A közel 1000 méteren Gyergyószent Miklóstól mintegy 26 kilométerre fekvő Gyilkostó üdülőtelep az 1837-ben keletkezett Gyilkostó környezetében alakult ki. A tó egy közeli hegyről leomlott törmelék következtében született, ennek tulajdoníthatók jellegzetes csutakjai, a tóból kiálló fatörzsek. A tavat a környező patakok töltik fel, de az iszaposodás is a patakok által belehordott törmelék miatt felülete egyre kisebb lesz. A Gyilkostó keletkezésének legendája hasonlóan szép és fájdalmas, akár a tó története. Történt azért egyszer, hogy egy gyönyörű lány élt Gyergyó vidékén. A lány neve Fazekas Eszter volt, és amit még ennél is fontosabb elmesélni róla, hogy szépségének nem volt párja. Haja fekete volt, szemei szürkés zöldek, karcsú az alkata. Egy napon a gyergyószentmiklósi vásárban egy erős daliás legénnyel találkozott, és pillantásuk egyetlen találkozása elég volt, hogy egymásba szeressenek. A fiú selyemkendőt vásárolt a lánynak, szívalakú tükrös pogácsát, és megkérte, hogy legyen a párja. De a sors csak hamar közbeszólt, és a legény katonának kellett menjen, mielőtt összeházasodhattak volna. Eszter hű maradt a legényhez, és egyre csak azt várta, hogy hazatérjen a szerelme. Minden este kiment vízért egy közeli forráshoz, és hosszú sóhajtások közepette bámulta, amint újra lebukik a nap a hegyek mögött, és az ő szerelme még mindig nem jön. Egy nap pedig egy zsiványvezér vette észre a magányos lányt, gondolkodás nélkül elragadta és vágtatott vele vissza a tanyájára, amely a kis cohár ciklái között volt. Mindenét az elrabolt lánynak ígérte, aranyát, ezüstjét, ígéretet tett, hogy palotát épített neki, de a lány szerelmét nem tudta elnyerni az evilági javakkal. A lány pedig végtelen magányában a fáknak panaszolta el bánatait, a madarak vitték tovább sóhajait, a sziklák őrizték a titkát. Egy napon viszont elfogyott a zsivány türelme, és erőnek erejével akarta kényszeríteni a lányt a házasságra. De a lány felsikoltott, és a sziklák megértették, hogy ez nem mehet így tovább, közbe kell avatkozni. Hatalmas viharral válaszoltak, záporral, mennydörgéssel, majd a földindulás maga alá temette a zsiványt is, a lányt is, mindent elnyelt. Úgy tartják, hogy a tó nevét Orbán Balázs adta, aki nem csak pontosan leírta környezetét, hanem őszinte csodálatát is feljegyezte vele kapcsolatosan. A legmeglepőbb, a legelragadóbb képek egyike áll előttünk. Még az is, ki felső Olaszország nagyszerű és Svájcnak ünnepelt tavait látta, bámulattal fog e látvány előtt megállani. Nagyobb szerű tüneményt talán igen, de szebbet, vonzóbbat bizonnyal nem rejtenek a havasok keblökben. A nézőre hárul az a nemes feladat, hogy ellátogasson a Gyilkostóhoz, és megcsodálja azt, még akkor is, ha pontosan látszik, hogy a ma embere nem tudja, nem képes megőrizni, megóvni a ritka természeti kincset.